hogy mondjam, az angol az olyan, mintha zongorázna valaki, és a zongorán azt kell mondani, és a magyar az olyan, mintha hegedülne valaki, hogy... Olvastam egy interjút tőled, ahol azt mondtad, hogy most visszapillantva azt kell mondanom, hogy azt hiszem, én az életet szerettem, szeretem rettenetesen. Mint a rágcsáló, mindenbe belerágtam, mindent kiszimatoltam, és mindig valami újat próbáltam ki. Ezért van az, hogy olyan sok mindent csinálok. Tanítok, verset írok, fordítok, nyelvészeti szakcikkeket írok. Melyik az első? A fordítót talán most már azért ennyi év után, mert egyre több lett belőle, és egyre jobban süppettem bele. Én azt szoktam magamban gondolni, hogyha meghalok, és akkor megyek fölfelé, és a Szent Péter megkérdezi, hogy jó van, fiam, de hát akkor ki voltál, mi voltál, akkor azt mondanám, hogy tanár. Az egy olyan tisztes mesterség is, azt az öreg úr is fogja érteni szerintem. És melyik fordításodra vagy a legbüszkébb? Hát a Hamlet. Hamlet? Igen, igen. A Hamlet, mert az nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Hosszú is a darab, nagyon sokat is filozofálnak benne, meg nagyon meg van terhelve, hát nagyon sokat az emberek gondolnak róla, vagy tudnak róla. Komoly háttéripara van a Shakespeare szövegeknek. Ugye vannak jó német fordítások, mindnyájan a németből puskázunk, hát azért az egy megbízható nyelv a német, derdi, de azt lehet tudni, hogy ki mire vonatkozik. Még valami, hát a fordítónak valahogy értelmezni kellett a szöveget, tehát ez mint egy orvosi konzílium, hogy jóval, hát a kolléga szerint mi baja van a pacienssel. Azt állítják, hogy kérte, hogy most megvolt a kín. Hogy mondjam, az angol az olyan, mintha zongorázna valaki, és a zongorán azt kell mondani, és a magyar az olyan, mintha hegedülne valaki, hogy... Érted? Most, ha én egy zongora darabot átírok hegedűre, azt nem szabad csinálni, hogy ugyanannyi kottafej legyen a hegedű kottában. Ugye az nem olyan. Ezt azért is mondom, mert abba a csapdába nem szabad belemenni, hogy Shakespeare-nél, vagy hát hasonló klasszikus angol daraboknál mennyivel több van a sorba. Hát több van, de hát az úgy van hangszerelve. Hogy érzi magát? Köszönöm alázatosan, jó. Most fordítasz valamit? A Magvető kiadóval leszerződtem, hogy Katona József Bánk bányát lefordítom mai magyarra. És ez zajlik pillanatnyilag. Hölgyeim és uraim, maguk nem képzelik, hogy mennyire nehéz, ha én ugye csinálok egy fordítást prózában, rendes értelmes prózában, akkor muszáj eldönteni, hogy mit mond. És nagyon nehéz. Titokzatos is néha, régi is a szöveg, de a mondatfűzés, hogy ezt most ő állítja, vagy feltételezi, vagy sajnálja, amit mond, és úgy kell érteni. Szóval ezzel sok bajom van, német fordítások. Ezt akartam kérdezni, hogy ez biztos, hogy német fordítás? Mert komolyan? Halál komolyan mondom, beszereztem. Négy német fordítás van. Úgy hallottam, hogy te mikor fordítasz, akkor készítesz egy diagramot, aminek két tengelye van, az egyik a hátralévő oldalak száma, a másik pedig a határidő. Hát jó, igen, ez nem volt egészen szabatos ez a megfogalmazás. Valóban egy, két metsző egyenes, amin alul a napok vannak, és valóban a végén a határidő, és fölfele meg az oldalak, ha prózai műről van szó, vagy a verssorok, hogyha hát költői szövegről, mint egy Shakespeare darabban, és akkor hát elvileg be van húzva ceruzával az ideális vonal, hogy hogyan kell eljutni, és hát akkor ahhoz képest az hát úgy megy föl, kicsit nem megy föl, aztán megint megy föl, igen. Gondolj az állásodra, gondolj a jövődre, egy
percre könyve lábad, akkor majd a szemed. Rádöbb persz arra, hogy így jó neked. Hogyha sétáltál az édesapáddal vagy édesanyáddal, zavart, hogy ők ismert emberek? Édesapámmal nem sétáltam. Neki arra nem volt ideje, ő rengeteget dolgozott, és amikor nem dolgozott, akkor pihent. Elég késői gyerek vagyok, azért ezt vegyük figyelembe. Tehát amikor ezek a séták lehettek volna, akkor ő 50-60 éves volt, tényleg éjjel-nappal dolgozott, és le a kalappal, de hát nem volt valahogy se kedve, se ideje, vagy nyelve ahhoz, hogy a kisgyerekkel valamit. Hogy mondjam, az apámmal olyan volt a viszonyom, most ne neves ki, mint régen az arisztokraták és a gyerekeik között. Tehát nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ez egy rendkívül, de hogy mondjam, potens ember, aki sokat keres, aki sokat is dolgozik, állandóan távol van, vagy szinte állandóan távol van, már ugye nem otthon aludt, de hát alig láttam. És mint egy védőernyő borul fölém, és a két mostoha fia, és a nagymama, és a nagypapa, és az ő anyja, és a cseléd az egyik lakásba, és a cseléd a nagypapáik lakásába, és ez az egész hatalmas vircsaftot ő, és anyám is, aki szoprán volt az operába, tette a dolgát, hogy ők eltartják. De mint az arisztokrata gyerekek, jó, egy héten egyszer meg kellett mosakodni, és akkor nagymama oda vezetett apám elé, és apám megkérdezte a nagymamát, hogy rendben vannak a gyerekek, nem rosszalkodnak, hát bizony rosszalkodnak, mondta a nagymama. Tanulmányi eredmény, hát az is lehetne jobb, és akkor, hát akkor ez volt, és így emlékszem, biztos ennél néha több volt, és biztos néha a nagymama azt mondta, hogy most már kellene egy bunda, és akkor hát apám és anyám meghozták a döntést, hogy mehet a bunda, és itt én most az 50-es évekről beszélek elsősorban, amikor záporoztak körülöttünk a, hát hogy mondjam, a politikai gránátok és a Pap Géza bácsiékat a szomszédlakásból egyik napról a másikra kitelepítették. De ezt azért engedték neki, mert ő egy ennyire híres rendező? Igen, igen. Ő a pártba ugyan nem lépett be, de talán azért is, mert hogy legyen, hát, hogy mondjam, token nigger, ismerjük ezt a kifejezést, ugye? Tehát a magyar megfelelője ugye díszgoly, hogy ne mondják azt, hogy csupa zsidóból áll a nem tudom milyen testület, vagy valami, hát akkor legyen közte olyan is. És hát így volt ő a díszpárton kívüli, hogy így mondjam, megparolázott ő a Rákosival. Arra emlékszem, hogy egyszer azt mondta, hát nem nekem, mert kicsi voltam, de ugye a családnak mondta, hogy amióta világ, operaházat csak az uralkodó kegyéből lehet működtetni. Uram, ha megvonod kéken az ereket, ha bambaságot adsz, munkát vagy gyereket, ha elrontod a nap értékesebb felét, és én direkt nem teszek egy lépést sem feléd, ha válasz nélkül küldöd rám az éjfelet, mi más marad nekem, mint hogy szeresselek. Viszonylag későn kezdtél el verseket írni. De hogy miért vártál ilyen sokat? Hát 20-as éveid végén, 30-as eleje, ugye? 28-29, igen. Hát ezt nem tudom, két ok. Egyrészt a melegség miatt, mert én szerelmes természetű voltam, csak mindig férfiakban voltam szerelmes. És ezért, hát én azt szerettem volna írni arról. Vagyis hát nem arról, de mégis úgy, hogy én tudom, hogy az. Nem, mert nem muszáj minden versbe beleírni, hogy kicsoda, meg micsoda, de én hát őszinte akartam lenni ebben az értelemben. Másfelől meg ott volt apám, és én nem akartam, hogy ő az én verseimet olvassa. Annyira nem voltunk közeli viszonyban. Én nem akartam, hogy ő rálásson. Nagyon nagy ember volt, nagyon sokat tudott, nagyon sokat értett a világból. Én nem akartam, hogy ő belelásson az én kis babaházamba. Tehát akkor ő nem is tudta, tehát vele ő nem tudta meg, hogy meleg vagy. Nem. 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 Ő meghalt, amikor én, meghalt 80-ban, amikor én 33 éves voltam, akkor volt nekem már Iván, de hát nem kell ezt
hát már felnőtt ember voltam. Ráadásul volt egy fiatalkori házasságom Zsuzsával, aki szerettem, és akivel jó volt, de hát nem működött igazán, muszáj volt abból kilépni. De hát, hogy így mondjam, ez apámnak már amennyire figyelt, hát nyilván elaltatta a figyelmét, hogy jó, van, megnősült, elvált, hát Istenem, van ilyen. A nap sütötte, üres irodában fölmegy a lázam. Aztán zuhanás. Hűlt ágy. Hűlt hely. Hűlt iroda. Volt egy kollégám, G.R. István, maga is kiváló költő, és nagyon jó szemű kritikus, és nagyon jól értette, az sok fiatal mutatta a verseit neki, és ő valóban értően kritizálta. Ráadásul az volt a jó benne, hogy nem csak a saját ízlése szerint, hanem ő meglátta, hogy jó, hát ha te így írsz, ha te ez vagy, akkor viszont miért nem így, és miért nem úgy. És ő megdicsért, hogy hú, hát ez egész jó, meg ez is, az is jó, és hogy hát már most azért ezeket már publikálni kellene. És akkor én magamban azt gondoltam, mondtam, hogy köszönöm szépen, és magamban azt gondoltam, hogy jó, hát könnyű dolgom van, mert ő mondta, hogy hát akkor el kell kezdeni ezt a kínos házalást, hogy idebead, mindig kezdőd, sehol se szívesen fogadnak, mindig megkérdezik, hogy valahol már publikált, és akkor kiderült, hogy nem. Hát szóval, hogy ebben menjek bele, és én magamban azt gondoltam, hogy jó van, Pista, hát nem kell ez, mert amíg apám él, addig én nem. És képzeld el, aznap éjjel meghalt. Aznap éjjel meghalt. Mintha azt mondta volna, hogy édes fiam, hát tessék, hát miért nem mondtad? Ki ez a Graf Miklós? A Graf Miklós az én vagyok. Az, mert hogy apámnak az apját eredetileg így hívták. Schwab ember volt, és ez volt a neve. Miért volt szükséged álnévre? Hát azért, mert volt egy meleg újság, Mások című havi lap, és abba írogattam. Hát úgy mindnyájan ez egy ilyen, hogy kell mondani ezt, társadalmi munka volt, hogy hát megtöltsük a lapot. Egy férfinak mindig legyen valami elfoglaltsága. Más álneved volt? Nem. Tehát nem is akartál álnéven könyvet írni? Jó, hát egy fordítást vállaltam el egyszer, az egy szép, komoly munka volt. The Joy of Sex, ez volt a könyvnek a címe. Ez nem melegekről szólt egyáltalán, hanem hát egy szeretkezési kézikönyv volt. Rajzok voltak benne, és nem fényképek. És a rajz az sokkal barátságosabb valahogy. A fénykép az pornó, hát hiába minden. De egy rajz az rajz, az művészet. És a rendszerváltás hajnalán, hát hirtelen az ilyesminek lett piaca, és elvállaltam, hogy lefordítom. Le is fordítottam. Igen. Hát igen. Szegény jó Iván, emlékszem, mert akkor még az volt, hogy egy kézzel írtam, és én jól gépeltem, és ő diktálta nekem. És hát igen, ittunk is rendesen azért. Ugye? Hogy ez így menjen. De tudom, hogy egyszer valahogy a pontos vessző helyett hímvesszőt írtam már. És akkor aznapra befejeztük a munkát. Nos, és fordított a Dán György Rózsa. Ezt a nevet választottam. Dán György. Dán kötőjel György Rózsa. Igen, azt gondoltam, hogy ez olyan vénkisasszonyosan van. Van egy nóta ested a lányoddal az Örkény Színházban. Igen. És maga ez a nóta őrület, ez hogy? Hogy jött? Tehát operát nem szeretted, ezt tudjuk. Így fogalmaz, hogy nóta őrület. Bocsánat. Szerintem a kérdező az ne vigye igazad bele. Van, nem vigye. Egyébként pozitívként akartam mondani az őrületet. Az se. Nem, jó.
Tehát, hogy gyerekkorod óta imádod a nótát? Hát jó, gyerekkoromban minden tele volt ezzel, talán az idősebbek még emlékeznek, a rádióból is rendszeresen szólt. Na most némelyik nagyon hatásos, van amelyik mulatság, vagy szellemes, vagy a zene jó, de hát azért alapvetően egy kicses olcsóság az egész. Csak közben van valami nagyon mély gyökere az egésznek, valami nagyon furcsán magyar van benne. De egyébként zenéltél? Hát igen. Hát zongorázni tanultunk mind a hárman, mert hát úri család voltunk, francia, zongora, vívás. Hát az kell. Hát én nem szerettem, olyan fáradt, nyomorult asszonyok tanították a zongorát valami. Tudom, olyan örömtelen volt az egész. És aztán a gimnáziumban akkor alakult beat együttes, 62-ben vagyunk, Beatles, Rolling Stones, Cliff Richard, hát berobban, és akkor mindenki alakított ilyen együttest, a fiú gitárt csináltak házilag otthon, és én meg tudtam zongorázni, akkor legyek én a zongorista. Na most a beat együttessel elvállaltunk haknikat. Zárszámadás, mond ez valakinek valamit? Zárszámadás a falu termelő szövetkezetének éves ünnepélye. Tehát olyan volt, mint egy vállalati buli, csak faluhelyen. Éjfél felé már lassan mindenki berúgott, és elkezdték követelni a magyar nótát. És akkor nem lehetett azt mondani, hogy kérem, hát mi egy pesti gitárzenekar vagyunk, mi nem tudunk magyar nótát, mert megvertek volna. De tudtatok? Mi? Tudtatok? Egyébként? Te ilyenkor mindent tud az. Bámulatos. Bámulatos, hogy mit tud az ember. És akkor hát emlékszem, hogy csorgott a hátamon az izzadság, és mondtam, hogy hogy is van ez, énekeljed? És akkor énekelt, és akkor persze fölismertem, mert azért ezeket tudtuk, és hát akkor ottan, és akkor ment hajnalig. Tehát ilyen értelemben azért volt ebbe gyakorlat.